A magház látogatottsága 2024-ben azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt évek egyik legmagasabbja volt, és még most sem tudok teljes pontos adatokkal szolgálni, hiszen 2 hónap még hátra van. Hogyha egy statisztikát szeretnék csinálni, akkor azt csak januártól október végéig tudnám kiszámolni. Novemberben is már több teltházas előadásunk van, amik a nézőszáma nem került bele, illetve hát ne felejtsük el, hogy decemberben azért kezdődik az adventi időszak, ami a magházban is elég jelentős szerepet tölt be, akár a Mikulással, ami Mikulás az ugyebár december 6-án lesz nálunk. Készülünk a szokásos gyerekprogrammal, ez teljes egészében a magház kezdeményezése, és ez a saját programja, ez egy évek óta hagyomány, hogy készülünk egy kis darabbal, utána jön a Mikulás, és a magház által megvásárolt kis ajándékcsomagokat a jelenlévő gyerekek megkapják ajándékba. Ez tavaly kiegészítésre került egy mikulási járattal is, ami fokozatosan kivilágítva ment körbe Maglódon. Ez természetesen idén is lesz kísérőprogramként december 6-án. Kicsit térjünk vissza a magháznak a programjaira. Melyek voltak azok a népszerű rendezvények, amelyekre eljöttek a kicsik és a nagyok? Nos, hát a gyerekprogramok azok mindig nagyon népszerűek. Az egyik legnagyobb nézettségi számot a déli programon keresztül idehozott Csipke Rózsika című előadás produkálta. Gyakorlatilag annyian jelentkeztek, annyian szerették volna megvenni azt a jelképes 200 forintos belépőt, hogy a végén már nemet kellett mondanunk. Tehát az hatalmas nagy siker volt, de természetesen vannak folyamatosan, vannak különböző gyerekelőadások, gyerekkoncertek, és lesznek is, hiszen ez ugyebár mindig volt, van és lesz. Egyébként a többi programjainkról is azt kell mondani, hogy például azok a programok nagyon nagy népszerűségnek örvendenek, ami híresebb fellépő művész van jelen. Például tavasszal fullteltházzal működött nálunk egy Berecki Zoltán akusztikus koncert, de nagyon sokan voltak Dr. Csernus Imre előadásán, Lengyel Tamás színművésznek is szintén egy teltházas estje volt nálunk Kitolás címmel. Most 2 héttel ezelőtt volt egy darab a Becsapódás címmel, ami szintén teltházas volt. November 11-én szombaton a Steyöker volt Krisztiánnak a Generációk harca, ami már hetekkel korábban teltházat kellett regisztrálnunk, úgyhogy már... de ettől még lesz egy erős Péterfi Judit előadásunk. Szóval a lehetőségek tárháza, én úgy gondolom, hogy egyelőre végtelen. Nagyon sokan jelentkeznek, szeretnének rendezvényeket itt lebonyítani Maglódon, nem csak a helyiek, hanem más településekről is. Hogyan tudják ezt megtenni? Az tény is való, hogy hatalmas telefonforgalmat bonyolítunk le a hétköznap minden napján. Rengeteg ügyben keresnek minket, legyen ez akár a Maglód újság, amelynek a felelős kiadója a magház, most a szerkesztés része már egyben elkerült, vagy legyen akár bármiféle terembérlet, vagy programra jegyvétel, és természetesen hát az egyik legfontosabb az a bérbeadás, termeknek a bérbeadása. Ez először nagyon sokszor telefonon történik, olyankor mondjuk nekik, hogy jó, de szeretnénk, hogyha írásban is leírnák, hiszen akkor tudunk mi is méltóban foglalkozni vele. Az időpontot szeretnék, hogy mikor szeretnék, mit szeretnének tartani, milyen eszközigények vannak hozzá, és felajánljuk, hogy egyébként tájékozódjanak a honlapunkon, ahol friss adatok vannak, ahol szerepelnek a magház bérleti díjai, hogy legyen tudjon egy kicsit előkalkulálni, hiszen anélkül nem lehet tervezni. És ha mindez már megvan, és ezek után is szeretné nálunk megtartani, akkor be lehet jönni személyesen egyeztetni, megbeszélni a feltételeket, részleteket, és utána megvalósulhat maga a rendezvény. Mi érdemes ide látogatni Maglódon magházba? Mert nálunk a legkisebbektől a legidősebb korosztályig mindenki megtalálja a neki való programot, és mindenkit nagy szeretettel várunk.